Tereza Scholz, Lamboni Anna. Alissa. Bob. Vonalban vagy? Én... azt hittem... 210. rész. Olyan sok embert ismersz, hogy biztos akad valaki. A megbízásra. Az illető nem járna rosszul, anyagilag. Meg se hallottam a kérést. Old meg a problémádat. Méghozzá törvényesen. Különben vége az együttműködésnek. Walter úr, szeretném veled megbeszélni az általa intézett bankügyeket. Walter úrnál? Kisebb gondom is nagyobb most. El kell intéznem egy fontos ügyet. Üzleti. Spilker úr, kérem, nyugodjon meg. Castello, asszony. Csak nyugodtan, jó? Szólnom kell, Castello, asszony. Már is jön az orvos. Oscar gyógy szerezi. Értem. Szólnom kell, Castello, asszony. Spilker úr, hall engem? Visszaesett, adrenalin. Lilianának akar szólni. Az a legfontosabb, hogy ne essen megint kómába. Nyugalomra van szüksége. Castello asszony veszélyben van. Francba. Nincs értelme, túl szoros a keret, valami más kell kitalálnunk. Beszélek még egyszer az őrzőnkkel. Az nem segít. Nem szívesen teszi a dolgát. Talán rá tudom venni, hogy szóljon a rendőrségnek. Túlzottan fél Oscartól. Van jobb ötleted? Halló? Hall engem? Ott van? Mit akar? Nyissa ki az ajtót. Hogy aztán meglépjen, azt már nem. Miért csinálja ezt? Ön nem bűnöző. Nem tudom, miért segít a sógoromnak. Csak kihasználja önt. Oscar Castellhoff megöl minket. Mert nincs más választása. Önre fogja terelni a gyanút.
Ezt akarja? Elvinni a balhét? Azt hittem, házasodni akarsz? Nem. Inkább úgy mondanám. Alapból nem zárom ki a lehetőséget, de most még nem mennék hozzád. Inkább azt áruld el. Ki mondta neked? Én biztos nem. Ha jól értettem a volt férjedet, azért akarsz elválni, hogy újra férjhez mehess. Szép. Jobban tennéd, ha egyáltalán nem foglalkoznál vele. Ott álltál a kirakatnál az esküvői ruhák előtt, és majd felrobbantál, mert azt mondtam, nem akarok házasodni. Csak azért, mert kategorikus voltál, mintha kalandon kívül semmit nem akartál volna. Ez egyáltalán nem igaz. Most már tudom. Akkor minden rendben köztünk. Mi több. Tökéletes. Kétség nem fér hozzá. Jó. Egyetértek. Mást nem mondott, Spilker úr? Horst figyelmeztetni akarta Lilianát, hogy Oscar gyógyszerezi, ez így már bizonyíték. Az is bizonyítható, hogy Oscarnak köze van az eltűnésükhöz. Paul. Na? Már stabil, de nem kihallgatható. Nyugalomra van szüksége. Mikor beszélhetünk vele? Talán egy óra, de lehet, hogy csak egy hét múlva. Kösz, Paul. Na jó, akkor én most bemegyek az irodába. Várj, ezt titokban kell tartanunk! Amíg a rendőrség nem hallgatta ki Horstot, nem indíthatnak nyomozást Oscar Castelhoff ellen. Konkrét bizonyítékkel. Addig úgysem hisznek nekünk. Mi lesz, ha Oscar rájön, hogy Spilker úr felébredt? Nem tudjuk, mit csinálna. Igazad van. Így csak veszélybe sodornánk Horstot, Lilianát és Krisztiánt is. Igen, Tamara és Káró is veszélyben vannak. A fickó nem beszámítható. Mindkét lány egyedül maradt vele. Biztonságba kell helyeznünk őket. Intézem. Jó. Senki nem tudhatja meg, hogy Horst felébred. Felhívom Polt és szólok neki. Rendben. Hallottam pár buta pletykát Lilianáról. Hogy eltüntettem? És ha így van? Én nem mondom el senkinek. De ugyan nem bántottad őt. A francba! Tényleg csak a legszükségesebb? Igen. Jól van. Gyorsan tűnjünk el, mielőtt megérkezik a nagybátyád. Gyere hozzánk, ott biztonságban leszel. Ahó, van itthon valaki? Nem fog örülni. Te mit keresel itt? Biztonságba helyezlek, itt veszélyben vagytok. Veszélyben? Egyedül vagytok Oscarral. Ki tudja, mik a tervei? Elment az eszetek. Apám nem egy vérszomjas elmebeteg.
Az a gyanunk, hogy köze van Liliana és Krisztián eltűnéséhez. Ezt csak azért mondjátok, mert nem szeretitek. Káro, ezt ne kezdjük megint előről. Anya és Krisztián eltűntek, mindegy, hogy ki miatt. Az illető fel fog bukkanni, egyedül akarsz itt maradni? Akkor menjetek csak. Én itt maradok apámmal, nem hagyom cserben. Tamara, hagyd, nincs értelme. Jobb, ha megyünk. Csak ne hozzátok. A Lars miatt? Szerintem nem túl jó ötlet. Szívesebben mennék máshova. Jó. Nem vagyok gyilkos. Tartozásom van. 180 ezer euró. Amint látják, nem csekély összegről van szó. És Oscar megígérte, hogy segít önnek. Azonnal és kérés nélkül kifizette az első részletet. Csak egy apró szívességet kért cserébe. Aztán kifizeti a maradékot. Apró szívességet? Ki gondolta volna, hogy idáig fajul a dolog? Ha megitta volna a vizet, már rég túl lennénk az egészen. Halott lennék, vagy nem lennék beszámítható. Ezt tényleg nem akartam. Mi hiszünk önnek. Ezért kell közösen megoldást találnunk. Nincs megoldás. Szívesen elfelejtjük, hogy találkoztunk, és ön csak nyitva hagyja az ajtót. Ezt el is higgyem. Kifizetem a tartozását, ha elenged minket. Simán elintézhetjük. Adja a telefonját, és utalok a számlájára. Kétszer annyit fizetek. Nem, nincs értelme. Annyit fizetünk, amennyit csak akar. Ha Oscar Kastelhoff megtudja, nekem vége. De biztos, hogy megtudná. Legalább megpróbáltuk. Jaj, ne! Éppen most. Majd elmennek. Kastelhoff asszony lesz. Robert, összepakolnál egy kicsit? Pakoljak? Jó napot, Kastelhoff asszony. Fáradjon be. Köszönöm. Remélem, nem zavarok. Nem. Az előbb éppen... ismeri Robert Brinkman? Jó napot. Jó napot. Még nem talált magának szobát? Nem. Nos, Kastelhoff asszony ide költözik. Jó, értem. Én most elmegyek, majd felhívlak. Jó. Szia. Szia. Az akum. A cipőm. Szia. Ne haragudjon. Üdvözlöm önt az új otthonában. Köszönöm. Na? Rossz hírek. Megtaláltuk Krisztián telefonját, neki viszont nyoma veszett. Nem tűnhetett el a föld színéről. Van valami egyéb hír is? Nincsenek. Oliver nem jelentkezett? De őszintén szólva nem csodálkozom. Apa, muszáj volt meghatalmaznom, nem volt más lehetőség. Hiba volt bíznod benne. De megváltozott. Egyszer már becsapott. Máskor is megteszi, ha alkalma lesz rá. Ha jól sejtem, róla beszéltek.
Pontosan. Épp mondtam a lányomnak, hogy nem szabad önben megbízni. Tökéletesen megértem. Amit annak idején tettem, vérlázító. Így igaz. Vérlázító. Itt a támogatás, amit a banknál sikerült kialkudnom, remélem örülsz. Ez Káró szobája. Remélem, tetszeni fog önnek. Persze. Az a fő, hogy van hol aludnom. Én nagyon hálás vagyok önnek. Szóra sem érdemes, Kasterhof asszony. Magára hagyhatom egy kicsit. Be kell mennem az irodába. Nyugodtan, nem szeretnék önnek gondot okozni. Jó, szóval érezze otthon magát. Viszlát. Viszlát. Szia, Morris. Dana vagyok. Dana Kasterhof. Igen. Kicsit eltűntem, de szeretnék megint modellkedni. Viszont terhes vagyok. Kedves, hogy ezt mondod. Ha szükség van kismamákra... Igen, jó. Nem vártam többet. Rendes vagy. Tényleg. Köszönöm. Nagyon jók a feltételek. Kicsit győzködnöm kellett őket, de úgy tűnik, nem volt hiába. Köszi, nekem biztos nem sikerült volna. Remélem elégedetlen, cúr. Ezúttal becsületes volt. Kivételesen. Apa, Oliver tényleg ügyes volt. Nagyon jól képviselt minket. Igen. Most én szünetet tartok. Nem úgy értette. Addig jó, amíg te bízol bennem. Különben nem adtam volna meghatalmazást. Előkerült már Krisztián? Csak a mobilja. A kukában találta egy fiú. Ilyen sokáig tartott a keresés. Nem, kórházban voltam. Kórházban? Uh-huh. Mi történt? Hirtelen rosszul lép, de semmi komoly. Amúgy rendben vagy? Igen, mondtam, semmi különös. Rendben, akkor jó. Ilyen nagybácsival én sem laknék egy házban. Gyertek be. Köszi. Tényleg nem gond, ha néhány napig nálatok maradok? Dehogy. Robert legtöbbször úgysem itthon alszik. Maradja, meddig akarsz. Jó, hogy itt vagy. Jól jön a segítség a Mona Lisában. Mondd, Robert, teljesen megőrültél. A lány még ki sem pakolt, és már is azt akarod, hogy dolgozzon. Szívesen segítek. Nem, Tamara, szó sem lehet róla. Érettségire készülsz. Gondolod, hogy tud a matekra koncentrálni? Jobb, ha kikapcsol. Ebben segít neki a munka. Tényleg szívesen dolgoznék, ha csak itt ülök, bekattanok. Ha emiatt megbukik, velem gyűlik meg a bajod, érted? Nem fogok megbukni. Hallottad? Akkor mehetünk is. Rendben. Szia. Köszi. Később kipakolok. Jó. Köszi. Szegény lány, most kénytelen bujkálni a nagybátyja elő. Nem lehetne lecsukni ezt az Oscar Kasterhofot? Még nincs elég bizonyíték. De ami késik, nem múlik.
Dana a szobámban lakik? Igen, miért ne? Talán megkérdezhettél volna. Káró, te már nem laksz velem. Akkor is, turkálni fog a cuccaim között. Kösterhof asszonynak jobb dolga is van, mint az újságjaidat olvasgatni. Nincsenek is újságjai. Á. Jó reggelt. Jó reggelt. Castellof úr, beszélhetnénk egy ki... Önök tudják, mi a baja? Fogalmam sincs. Nem csoda, hogy ideges. Mindenki az idegeire megy. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. És Castellof asszony, hogy van? A tulajdon sógora kergeti az őrületbe. Öngyilkos akart lenni. Tessék? Megmentették. Így most már emlékszik a múltjára. Szóval, nincs amnéziája? Nincs. Most már tudja, hogy nem ő okozta a lánya halálát. A körözési felhívást hamisították. Oscar. Úgy néz ki. Liliana viszont eltűnt. Eredetileg szanatóriumba indult, de soha nem érkezett meg. Oscar. Szerintünk máshová vitte. Jellemző rá. Közben Krisztián is eltűnt. Meg akarta keresni az anyját, de nem jött vissza. Oscar nyilván őt is fogva tartja valahol. Lehet. Sajnos egyikük sem adott magáról életjelet. Oscar nem fogja őket futni hagyni. Ameddig lehet, fogva tartja. Különben minden kiderül. Mi újság, Jonas? Hogy van, Spilker úr? Tud valamit? Le lehet végre csukatni Oscart? Várj. Nyugodjon meg. Később még visszajövök. Szóval Horst úr nem tud segíteni. Jól van. Jelentkezem, ha van valami. Szia. Szia, kincsem. Van valami hír édesanyátok? Nincs. Mondd csak, nem akarsz inkább először munkát keresni? Abból tudnád fizetni az albérletet. Castellof asszonynak nézed, hm? Nem alhat örökké a kanapén. Igen, ebben egyet értek. Épp ezért nagyon jó megoldást találtam. Ah, Dana máshová költözik? Igen, Koninál lakik, Káró szobájában. Biztos nagyon örülni fog. Utálják egymást. Kik? Connie és Dana? Nem, Dana és Caro. Caro már nem lakik az édesanyjánál. Jonas. Castellof asszony egy nagyon erős nő. Tudom. Semmi másra nem vágyik, csak szabadságra. Anya, ezzel mit akarsz mondani? Csak ennyi. Csak segítek neki. Semmi több. Igen. Tudom. Nagyon jól teszed. Egy kicsit nagyobb. Szerintem így mutatósabb. Alissa. Biztosan szólnak, ha van hír Krisztiánról. Ne haragudj. Most nem tehetsz semmit. Igazad van. Hol tartottunk? Alissa Lenz. Hol vagyok? Rossz hírem van. Horst Spilker eltűnt. Mi? Az nem lehet. Félek, hogy Oscart keresi.
Meg kell akadályoznom, muszáj megállítani. Légy óvatos. Oscar annyira ideges, hogy bármire képes. Vigyázok magamra. Szia. Sajnálom, el kell mennem. Mi történt? Spilker úr megszakadt a kórházból, és jó eséllyel Oscar felé tart. Azt hittem, hogy kómában van. Már nem. Sajnálom, de nem mondhattam el. Ha Oscar meglátja Horstot, pánikba esik, és nem tudjuk, mit lép. Tőle pedig bármi kitelik. Igen, meg kell találnunk Horstot, mielőtt Oscarhoz érnek. Jó, veled megyek. Kedves öntől, hogy elszállásol néhány napra. Ez csak természetes, Kasterhof asszony. Bennünk sok minden közös. Úgy értem, Oscar Kasterhof a lányom apja, és... emiatt ment tönkre a házasságon. Igen. Az enyém azért, mert talán nem ő a gyerek apja. Reménykedtem, hogy a férjem sosem tudja meg. Én is. De most már örülök, hogy vége. Elváltak az útjaink. Igen, én is így érzek. Ó, bocsásson meg. Gudrun, gyere be! Jól van, szia, Connie. Szia! Jó napot, Kasterhof asszony. Jó napot. Hozok önnek is egy csészét. Nem szeretnék zavarni. Én sem tudom, jó-e, hogy most itt vagy. Éppen beszélgettünk Kasterhof asszonnyal. Hogy-hogy, betegek vagytok? Nem, bár kitört rajtunk a válási láz. Tényleg mindketten válni akartok? Igen, már eldöntöttük. Gyere. Jól van. Akkor én a helyetekben keresnék egy jó ügyvédet. Nekem már van. Holnap megyek hozzá. Velem jöhet Kasterhof asszony. Talán olcsóbb, ha egyszerre válunk. Köszönöm, nem. Holnap az ügynökömmel találkozom. Megint szeretne fotomodellkedni? Megpróbálom. Csak kérdés, hogy alkalmaznak-e pocakosan. Nem csak fürdőruhát kell reklámozni. Nem, csak sajnos nem szép a bőröm. El kéne mennem egy szépségszalomba, de pénz nélkül a country clubot inkább elkerülném. Majd találunk megoldást. Te, Connie, van itthon gyógyföld? Gyógyföld? Nincs. Gyorsan hazamegyek. Várjon, van egy jobb ötletem. Amikor az előbb sütöttem, láttam, hogy a hűtője tele van friss zöldséggel és gyümölcsel. Igen. Vitaminok. Azzal mindhárman kényeztethetjük magunkat. Szia, Lars! Szia, tesó! Mi újság? Megyek a Mona Lisába. Hát, ha kell valami Tamarának. Jaj, te nem is tudsz róla. Tamara most Alice-nál lakik. Mégis miért? Nem akartuk, hogy egyedül maradjon Oscarral. Erőször úgy volt, hogy hozzánk jön. Az nem jó ötlet. Igen, Tamara is ugyanezt mondta. Tényleg jobb, ha nem látjátok egymást, amíg jobban nem leszel. Jól vagyok. Tulajdonképpen mit csinálsz itt? Látod, teheneket fejek. Még nem szabad sportolnod. Jó, anya. De még nem gyógyult meg a térded. Vigyázok rá. Amúgy semmit sem érzek a sérülésből. Hogyha játszani akarok a szezonban, akkor formába kell jönnöm. Az orvosok azt mondták... Nem érdekel, mit mondtak. Profi akarok lenni. Ha az orvosi alkalmassági megfelelek, jó esélyem lesz Braunschweigben. Igen. Vagy tönkrevágod a térdedet. Muszáj kockáztatnom. Mióta szétmentünk Tamarával, egyedül a foci maradt nekem. És azt nem adom fel. Miért nincs itt senki? Castellof úr, itt a kalkuláció. Nézze meg. Nincs sok időm. A
A Lenz lány előre ki tudja fizetni a kristálykacatok gyártásának költségét? Igen. A pénzt ezután befektethetjük a fegyverüzletbe. Jó, nagyszerű. Várjon, Spilker úr! Spilker úr, kérem! Ott a lépcső. Hogy fogja egyáltalán kifizetni? Mondjuk úgy, hogy rendkívül kedvezőek voltak a feltételek. Mert ön megegyezett a bankkal? Alisa bízik benne. Bízik önben? Miért ne? Emlegetett Samár. Látom, szeretne gyorsan megszabadulni a pénzétől. Kestelhof úr. Jó, hogy látom, valamit sürgősen meg kell beszélnünk. Nekem most nem alkalmas. Pedig nagyon fontos. Nem tart soká. A finanszírozásról van szó. Szóval Volter úr elintézte a hitelt. Igen, tudok róla. Az lesz a legjobb, ha sürgősen tisztázzuk, amit kell. Talán menjünk be. Jöjjön. Horst! Oszkár nem találkozhat önnel. Engedjen, beszélnem kell vele. Kérem, mindent elmagyarázok. Jöjjön velem. Tehát a csiszolófejről lenne szó. Mire? Na igen, és a többiről. Tudja, a szerszámok és a nyersanyag, amit meg kellett vennünk a kristály részlegnek. Nincs rá szükség, kidobhatják. Ezt szerettem volna önnel megbeszélni. Ha Oszkár meglátja önt, ideges lesz. Félünk, hogy bántaná Lilianát és Krisztiánt. Higgy el, megvédem őket. Kérem, nem kockáztathatunk, biztos van tettestársa. Az Alisa édenkertje szívesen átveszi őket, amennyiben korrekt az ár. Ugye, Lenz úr? Ezt beszéljék meg a könyveléssel. Most engedjen, Lenz úr. Maga mit keres ott? Krüger Schulze asszony megkért, hogy egy kicsit helyettesítse. Komolyan mondom, ez vicc. Tegye magát hasznossá és adja ide a naptárat. És a tollat. Mondja meg Krüger Schulzénak, hogy senkivel nem akarok beszélni. Most már kijöhet. Boldogulsz? Igen. Aggódik az édesanyja és a bátyja miatt. Nem tudom, hogy tereljük el a figyelmét. Figyelj, Tamara! Igen? Jósolják a kártyából. A kártyából? Igen. Talán kiderül, mi van Krisztiánnal és Liliánával. Nem tudom. Ezt nem teheted. Hidd el, nekem sokat segített a kártya. Ülj le az asztalhoz, Tamara. Mindjárt jövök. Nem hiszek az ilyesmiben. Ha, én sem. Ártani nem árthat, csak semmi ellenkezés. Ártani nem árthat, ugyan Betty. Mi lesz, ha a kártya halált vagy veszteséget mutat? Azt mondtad, nem hiszel benne. Valóban nem. Akkor nincs miért aggódnod. Nos, Tamara, gondolkod. Milyen kérdést tennél fel a kártyán? Tudom. Jól van. Felfordítok négyet. Egy a mának szól, egy a holnapnak, egy a múltnak, egy pedig a szabadon cikázó gondolatoknak. És most? Jó.
Ez jónak tűnik. Itt, ezt nézd. Az ítélet jelképe. Ez pedig az igazság. Oscart elítélik. Mindenki elnyeri méltó büntetését. Mi van anyával és Krisztiánnal? Ezt nem látom pontosan. Viszont minden pozitív. Előkerülnek? Úgy néz ki, ha hiszel a kártyának. Hála az égnek. Jó. Fizettessek? Igen. Jól van. Szerencsére jól sült el. Csak jól sülhetett el. Mert ezeket kivettem. Na jó. És ez? Nem fáj? Nem. Biztos? Biztos. Már egész jól néz ki. Megint focizhatok? Lassan. Eddig nagyon szépen gyógyult. De azért vigyáznod kell rá. Csak szép, fokozatosan terheld. Érthető? Igen. Jó. Na, itt a következő páciens. Jó estét, doktor úr. Lars? Jó estét. Minden rendben? Igen. Remélem, ezt leveszi rólam. Na jó. Egyelőre üljön le. Muszáj innom egy kávét. Szia, Lars! Szia! És? Hogy van a térded? Az orvosok szerint már terhelhető. Csak még alapoznom kell. Tudna nekem segíteni? Nem. Én ebben nem vagyok jó. Csak visszahúználak. Ezt hogy érti? Már nem vagyok az edződ. Én... fogalmam sincs, mi vagyok. Nyugi, menni fog. Remek focista vagy, hm? Az aktában mindent megtalálnak Castelhof asszony múltjáról. Amikor megmutattam, Oscarnak el akarta venni, és dulakodás közben leestem a lépcsőn. Oscar Castelhof megszerezte az aktát? Nem. Az a boríték üres volt. A valódit még korábban odaadtam egy barátomnak, Frederick Jeunének. Megkértem, adja át Krisztiánnak, ha én nem tudnám. Krisztiánhoz nem jutott el az akta. Említette volna. Az nem lehet. Teljesen megbízom Frederickben. Krisztián Lilianától tudta meg az igazságot. Elkérhetem a telefonját? Persze. Frederick biztos elmondja, mi történt. Legyen belátó. Figyeljen, Oscar évekre börtönbe kerül, nem árthat önnek. Kérem, segítenie kell. Reménytelen. Nem ülhetünk tétlenül arra várva, hogy Oscar egyszer észhez tér. Nem ez a tervem. Állj fel! Mit csinálsz? Ha nem enged ki minket, mi sem engedjük be őt. Alice-áig keresnek minket. Időkérdése, hogy megérkeznek, csak addig kell kibírni. Remélem, időben jönnek. Teljesen biztos vagy benne? Frederick esküszik, hogy átadta az aktát Krisztiánnak. Teljesen kizárt. Tudsz személyi leírást adni Krisztiánról? Spéker úr, jó, hogy felébredt. Ráadásul ilyen gyorsan. Remélem, nem bánja. Nem, egy kicsit sem. Egy pillanatra olyan érzésem nem. Volt. Remélem, teljesen rendbe jött. Jó. Biztos vagy benne? Jó. Köszönöm. Később jelentkezem. Alice,
Mi ez az egész? Már tudom, hogy kihez került az akta. Azt mondta, ő Christian Kastelhoff, és eltette az iratokat. Mi? Ez igaz. Igaz. Frederik egyértelműen felismerte a hangját. Ez az alak együttműködik Oscarral. A következő részben... Mindenki veszélyesnek tart. Mindenki? Én nem. Örülök, hogy itt vagy. Soha nem hagynálak cserbe. Nem lennék kálátlan, ha Christian nem térne vissza az utazásból. Remélem, tud vele bánni. Tudod, hol tartják őket fogva? Még nem, de hamarosan kiderítem. A kijáratnál várják önöket. Nem nyithatja ki az ajtót, ez az egyetlen esélyük. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Panódiában készült.